Üdvözlöm a Hit Rádió hallgatóit! A visszapillantó mai adásában a témánk a frank állam, karolingok és a poátyé csata jelentősége. Vendégünk pedig itt a stúdióban Nagy Balázs, az ELTE középkori történeti tanszék vezetője, egyetemi docens. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Bevezetésképpen, hogy mit tudunk jelenleg a frank állam megalakulásáról, hogy hogyan jött létre, és hogyan lett ez az állam keresztényi? A frank állam a római birodalom bukása után, vagy a római birodalom dezintegrációjának során számos államalakulat jött létre, részben a birodalom területén, részben a limeszen túli területeket is magába foglalva. Ezek közül, mindegyiknek nagyon érdekes a története, de ezek közül talán a frank állam az, aminek a aminek a története, aminek a kialakulása, fejlődése legerősebben befolyásolta a későbbi európai történelmet is. Talán azt gondolom, mondhatjuk, hogy nem csak a középkori történelmet, hanem az azt követő időszakban is. A frank állam megalakulása az egy viszonylag könnyen megválaszolható kérdés. Ugye általában azt mondjuk, hogy az 5.-6. század fordulóján 481-511 között uralkodó Klodvig nevéhez fűződik ez a lépés. Klodvig a Meroving dinasztia tagja volt. A Meroving dinasztia egy bizonyos, elég homályos kontúrokkal rendelkező Merovech nevű uralkodóról kapta a nevét, de gyakorlatilag az első olyan alakja, akiről viszonylag pontos, megbízható történeti információkkal rendelkezünk, ez Klodvig, a 5.-6. század fordulóján. Nyilvánvalóan nehéz azt definiálni, ha valaki visszakérdezne, hogy mit jelent az, hogy megalakult a frank állam. Nyilvánvalóan ez nemhogy modern, de még mondjuk későbbi középkori párhuzamokkal is nehezen vethető össze. Nyilvánvalóan ez egy nagyon korai állam alakulási fázist jelent, amit viszonylag biztosan tudunk, hogy Klodvig az uralkodása alatt fölveszi a kereszténységet is, vagy fölveszi a kereszténységet, nyilvánvalóan a történeti szempontból nem az érdekes első, vagy Klodvig maga keresztény volt-e, vagy nem, hanem ahogy sok más esetben is egy uralkodó megkeresztelkedése magával hozza, maga után vonja az egész etnikai csoport a népének a megkeresztelkedését. Tehát a frank krisztianizáció, a frankok krisztianizációjának kezdetét szintén Klodvig uralkodásához kötjük. És mik voltak a jellemzői a frank királyságnak a Meroving dinasztia idején? Tehát miben volt más, mint később a karolingok idején? Nyilvánvalóan egy történész forrásokból él, forrásokra támaszkodik. Erre az időszakra vonatkozóan viszonylag kevés forrásunk van. Tehát abból kell valamilyen történeti rekonstrukciót összeállítani. Klodvig korára vonatkozóan a legrészletesebb történeti forrás a nagyjából egy évszázaddal később keletkezett Túri Gergely által írt frank történet. Egyetlen középkori történetíró se elfogulatlan. Mindegyik elfogult. Mindegyik valami milyen módon a saját agendáját, a saját mondani valóját próbálja beleépíteni ezekbe a történeti szövegekbe. Így tette ezt Túri Gergely is. Ez egy nagyon részletes, viszonylag hosszú forrás. Szerencsére most már az egész szövege magyarul is olvasható. A legalapvetőbb forrás természetesen más írott, illetve régészeti anyag mellett
a Thury Gergely frank története. Hogy milyen volt a frank állam ebben az időben, ugye ettől a kérdéstől indultunk, nem, pontosan nem rekonstruálható. Tehát vannak kétségtelenül államszerű működésre utaló jelek, kialakul egy viszonylag állandó dinasztia. Azt kell mondani, hogy a frankok korai történetét Klodvig halálától jó néhány generáción keresztül a testvérháborúk, a belső konfliktusok, akár mondhatjuk úgy is, hogy a polgárháború jellemezte. Ez következik részben a frankok által alkalmazott, a frankok által elfogadott öröklési rendből is, vagy az öröklési logikából is, tehát a frankoknál minden az apjukat túlélő törvényes fiú, gyerek joggal igényelhetett részt az apja által uralt területekből. Magyarul minden olyan esetben, amikor egy uralkodó halála után őt több fia éli túl, akkor elindulnak a dezintegrációs tendenciák, tehát a területeket felosztják egymás között. Természetesen ez nem megy konfliktus nélkül, és ezeknek a konfliktusoknak a megoldása általában fegyveres úton zajlik. Tehát itt ez egy erősen testvérháborúk, polgárháborúk által tagolt időszak lesz. Befolyásolja ezt a fajta bizonytalan helyzetet, meg ezt a testvérháborús helyzetet az, hogy a merovingok idején azért még tart a népvándorlás is, népek jönnek, mennek itt Európában, tehát hogy ez is befolyásolja, hogy ez nem lett egy annyira stabil alakulat? Azt kell mondanom, talán megkockáztatható ez, hogy mindezek ellenére a frank állam az egy viszonylag, tehát belső testvérháborúk által dúlt, de pláne ha többi a birodalom területén létrejövő államalakulatot nézzük, akkor azokhoz képest egy relatíve stabil konstrukció lesz, tehát a keleti gótok, nyugati gótok állama, vandálok állama, longobárdok állama, és így tovább, tehát az összes ilyen államalakulat viszonylag rövidebb idő alatt fölbomlik, tehát mindennek dacára a frank állam az részben azáltal is, hogy van egy állandó dinasztia, akik ugyan belső csetepatékkal vívják meg a konfliktusaikat, de ennek ellenére ez egy terjeszkedésre képes, expanzióra képes államalakulat volt. És egy picit kitérnénk arra, hogy tehát ugye a hallgatóink is, akik nem mind esetleg történészek, és mondjuk, de viszont érdekli őket a történelem, ha hallgatnak minket, hogy tehát hogy kell elképzelni ezt az időszakot, hogy van azért akkor mégiscsak egy államalakulat, a frankok, de hogy vannak olyan népek, akik itt, hát itt a határán vannak, meg hát nyilván így a történelemkönyvből már szinte fogalmak lettek ezekből a népekből, mint hogy vandálok, tehát nyilván ez egy külön nép volt, de ma már ezt nem erre használjuk, tehát valahogy mégiscsak kialakult ez a hogy miért ez a kontextusban maradt meg csak a nevük, hogy vandálkodás. Tehát hogy kell elképzelni ezeket a népeket ebbe az időszakban, tehát hogy ezek teljesen más nyelvet is beszéltek, tehát hogy ebben az időszakban nagyjából beleérezzünk, mit lehet tudni, hogy hogyan viszonyultak egymáshoz a népek, hogyan beszéltek egymással, hogyan kommunikáltak, folyamatosan csak harcoltak, vagy ezt hogy kell képzelni? Bonyolult kérdések. Bonyolult és sok kérdés hangzott el. Ugye ezek a népek általában viszonylag nem nagy lélekszámmal, alapvetően egy katonai erővel bevonulnak, vagy átlépik a római birodalom határát, a limeszt, és a birodalmon belül próbálnak, vagy a birodalomból, a hajdani római birodalomból próbálnak maguknak minél nagyobb részt kihasítani. Isten igazából, és pont ez az időszak, ez a késő antikvitás kora, középkor, aminek a kutatása
a világban, és talán megkockáztatható a kijelentés, hogy Magyarországon is az elmúlt néhány évtizedben föllendült, egyre többen foglalkoznak vele. Tehát ez egy nagyon izgalmas időszak. Ezek a birodalom területéből maguknak részeket kikanyarító, részeket megszerző népek. Isten igazából nem elfoglalni, tönkretenni, elpusztítani akarják a római civilizációt, hiszen azért küzdöttek sokat fegyverrel, azért nyomultak előre, hogy abból maguknak valamilyen kisebb részt kihasítsanak. Tehát itt egy alapvetően katonai foglalásra kell gondolni, például a romanizált népesség rovására, vagy a romanizált népesség és a római adminisztráció által meghatározott területeket foglalják el. Létszámukat tekintve nem nagy csoportok, és hozzák létre a maguk ilyen-olyan államalakulatát, vagy államalakulat formációját, ami sok szempontból a frankoknál is, de mondjuk a keleti gótoknál is, tehát Nagy Teoderik államában magá átvesz a rómaiságból, a római hatalomgyakorlásból sok mindent, mert nyilvánvalóan az volt a minta, az volt a vágyott elérendő cél. Úgyhogy nézzük a térképet ebben az időszakban, hogy ezek a népek honnan, merre, hogy jöttek, akkor tehát lehet látni például vandálok olyan, mintha egy ilyen nagy kanyart tettek, vagy mindent bejártak volna, és úgy nem tudom, lehet, hogy ezért alakult, hogy mindent így vandálkodtak, nem tudom, tehát mindenhol voltak kb. Egész Európában, de például így a frankoknak egy pici nyíl mutat, tehát hogy kicsit arrébb mentek. Tehát gyakorlatilag ők mondhatjuk azt, hogy igazából nem így betörtek annyira ebbe a birodalomban, amúgy már benne voltak, csak amikor gyengült az állam, akkor ők megállapították a sajátjukat a birodalmon belül. Igen, ugye a frankok az írott forrásokban, ha jól emlékszem, legkorábban a Rajna alsó folyásától északra, ugye a Rajna alkotta ott a Limeszt, a római birodalom határát, tehát ott tűnnek föl, és a Limeszen átlépve először föderátiként, tehát a birodalom szövetségeseként jelennek meg. Ugye a római birodalomnak szüksége volt ilyen haderőre, ilyen katonai kontingensekre, és amikor a római birodalom igazgatása, adminisztrációja visszavonult, akkor mondjuk a frankok saját hatalma nőtt meg, és a saját államiságuk erősödött meg. Valóban az, ahogy a kérdésben elhangzott, az így van, tehát hogy a frankok összehasonlítva az egyéb germán népekkel, azok viszonylag kis vándorlás után jutottak el a célterületre, de azt kell mondani, hogy ez nyilván egy érdekes kérdés, hogy miért, de bennük volt, vagy náluk figyelhető meg leginkább az expanziós készség. Az expanzió, tehát a területszerzési képesség. Ugye nagyon kis területről indulnak, és folyamatosan lépésről lépésre foglalják el gyakorlatilag néhány évtized alatt a mai Franciaország területét, illetve a mai európai térképetben gondolkozva, ha azt a szemünk elé vetítjük, akkor jó néhány szomszédos államból is foglaltak el területeket. Tehát egy nagyon látványos területi növekedésről van szó. És még talán ez is egy ilyen mellékes témának tűnhet, de számomra érdekes, hogy tehát ezek a népek addig úgymond a római birodalmat csak így nézték kívülről, és addig a római birodalom határán belül valamilyen
népek éltek, és ők csak később jelentek meg, vagy addig is éltek frankok a római birodalmon belül, és tehát ezek ilyen nemzetek, mint hogy most is elképzeljék Európát, franciák, angolok, németek, magyarok, horvátok, stb., vagy pedig volt a római birodalom teljesen más népessége, majd egyszer csak minden megváltozott, és lettek frankok, gótok, nyugati gótok, osztrogótok, stb., tehát hogy ezt miként kell amúgy elképzelni. Ugye magyarul azt a kifejezést használjuk, hogy a római birodalom területére érkező népek. És ugye ez a nép, ez ugyanaz a náció, ez ugyanaz a form, ugyanaz a szó, ugyanaz a kifejezés, mint amit mondjuk a modern államokra, például a felsoroltakra alkalmazunk. Nyilvánvalóan én magam egyébként, és azt hiszem pontosabb, szívesebben beszélek etnikai csoportról. Az egy talán óvatosabb megfogalmazás, és általában a középkorban gondolkozva a népfogalma nagyon más, nagyon eltérő a modern képest, és itt még, ha ugye itt a római birodalom bomlásának időszakábanról beszélünk, akkor még inkább más, amit ez a szó jelent, hogy nép, mondom, maradjunk inkább az etnikai csoportnál. Miben fogalmazható meg, és megint mondom, hogy erről nagyon érdekes újabb kutatások is vannak, miben fogalmazható meg, mitől lesz egy nép egy önálló entitás? Azt gondolom, hogy talán nyilván ez egy összetett kérdés, egy központi hatalomnak, egy uralkodónak való alárendelődés, és azt hiszem, hogy fontos része ennek egy közösségi tudat is, ami a környező népektől elválasztja őket. Ugyanakkor azzal is fontos tisztában lenni, hogy itt véletlenül se tiszta, egyértelmű, élesen elváló etnikai csoportokról van szó. Ha ugye itt most mi a frankokról beszéltünk eddig, de a frankok is számos kisebb, ripuáli frankok, száli frankok és így tovább számos csoportra tagolódnak, és gyakorlatilag ez minden más a korban föltűnő etnikum esetén így van. Tehát ezek nem éles, mondjuk a modern statisztika ugye megkülönbözteti etnikai térképeken, és akkor százalékosan mutatja, hogy hol milyen a lakosság etnikai összetétele. Föltehetően ebben az időben erről így nem lehet beszélni. És hogy nyilván gondolom ezek a népek is, amikor kiszakítottak valamit a volt római birodalomból, tehát nyilván nem egy üres mezőre érkeztek, ahol semmi lakosság, senki, csak ők ott megérkeznek, tehát akkor úgymond a hirtelen, mondjuk most így a frankokról beszélünk főleg, amikor ők elkezdték kiépíteni a birodalmukat, akkor nyilván volt már egy idézőjelbe adott népesség. Azok például kik voltak, meg azok hirtelen aztán mivé lettek, tehát így frankosodtak, vagy... Ezek a birodalom területére érkező népek, etnikai csoportok, ezek nyilvánvalóan az ott lévő romanizált népességre, és az se egy homogén etnikai képlet volt, hanem egy vegyes népesség, arra települnek rá, és hosszabb, rövidebb, általában hosszabb idő alatt végbe megy egyfajta közeledés a római, romanizált népesség és a bevándorlók között. Ezek hosszú ideig megtartják a saját önállóságuk tudatát, tehát hogy ők frankok, vandálok, longobárdok, és így tovább. Nyilvánvalóan a pozíciókat, társadalmi pozíciókat, a egyéb fontos hivatalokat, alapvetően a romanizált római népesség és annak is a felsőbb csoportjai tartják kézben. Gondolok például, ugye, ami itt az egyik
legfontosabb képlet mondjuk a püspökök csoportjára. Ugye a püspökök a kereszténység képviselői, és ők jellemzően ugye római családokból kerülnek ki. Nagyon érdekes folyamat lesz az, vagy ezt megfigyelni, hogy hogyan kerülnek az egyes püspöki székek adott esetben, és mikor, és milyen módon a egy-egy új etnikai csoport, itt ha a frank területekről beszélünk, akkor a frankok kezébe. Itt pedig elérkeztünk még egy olyan témához is, hogy nem elég, hogy valakik már ott éltek, tehát nem egy mezőre érkeznek a frankok, hanem valakik ott élnek, akik rómaiak, vagy római népesség, akire ráadásul vegyes, tehát ez is érdekes, hogy akkor azok pontosan miből vegyesek, tehát ezekből a népekből, vagy valami, hogyan kell ezt elképzelni, ez az egyik kérdés, másrészt, hogy majd igazából a kereszténység ide már eljuthatott a végül is már római birodalom alatt is, mert már az alatt elindul a kereszténység terjedése, tehát hogy ezt hogyan kell gondolni, hogy amikor a római birodalom volt, akkor ott élnek népek, nyilván gondolom a latin nyelv az így a hivatalos állami nyelv, de hogy ők akkor milyen identitások, amikor még a római birodalom áll, akkor, és aztán utána mi változik, hogy megjönnek a frankok. Igen, itt ugye nagy területekről beszélünk, és ezek a nagy területek azt hiszem, hogy nagyon eltérő képet mutatnak ebből a szempontból. A későbbiekben a frankok által urral területeknek a déli része, ami a földközi tenger partvidékéhez közelebb van, ott nyilvánvalóan van egy viszonylag régóta, ebben az időben már régóta kialakult keresztény vallásgyakorlat, alapvetően a népesség krisztianizációja megtörtént, és így tovább. A északi frank területeken ez a hatás adott esetben gyengébb volt, és a krisztianizáció, a kereszténységre térés is sokkal hosszabb idő alatt ment végbe. Tehát itt nem tiszta, elvágólagos képletekről van szó, hanem sokkal inkább átmenetekről, a transformáció különböző fázisairól. És lehet, hogy ez furcsa kérdés, de miért megy végbe krisztianizáció? Tehát frankok jönnek, megdöntötték azt a régióban az Római Birodalmát, ők az uralkodók, biztos, hogy volt nekik valami más hitük, vagy valami más hitviláguk. Miért indul el az, hogy így átveszik a régi Római Birodalomnak, és nem is a fő vallását, hanem csak ott is egy, ami éppen fölemelkedőben lévő vallást, a kereszténységet a Római Birodalmon belül, azt miért veszik át végül a frankok is? Igen, ugye azért egyrészt ebben az időben már Itáliában és az Itáliához közeli területeken a kereszténység a domináns vallás egyrészt. Másrészt ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan viszonyulnak az újonnan érkező népek a kereszténységhez. Itt eddig arról beszéltünk, hogy pogányok, keresztények. Itt ebben az esetben, ebből a szempontból se ilyen tiszta képletről van szó, hanem a kereszténységnek is különböző irányzatairól, különböző útjairól. Ugye, ami pont itt ezben az időben és ezen a területen nagyon releváns, az például az arianizmus szerepe és az arianizmus befolyása. Az arianizmus, ugye Arius püspök követői, ők keresztények voltak, Krisztus hívői voltak, akiket a Szentháromság dogmával kapcsolatos nézeteik miatt a keresztény egyház eretneknek nyilvánított, tehát az ariánusok eretnek, számítanak, de az nyilvánvalóan nagyon érdekes, hogy az arianizmus hol és kiknek a körében terjed el. Jellemzően a
a legtöbb a birodalom területére, vagy jó néhány a birodalom területére érkező nép rövidebb, hosszabb ideig az árianizmus követője lesz, és aztán vagy mondjuk, mint a vandálok, feloldódnak, és megszűnik az önálló államiságuk, és gyakorlatilag az etnikailag is beolvadnak, vagy adott esetben, mint a nyugati gótok, egy lépéssel hosszabb ariánus időszak után a Rómát követő kereszténység híveivé szegődnek. A frankoknál, ez egy érdekes kérdés, a frankoknál azt gondoljuk, hogyha az arianizmusnak van is jelentős, van is szerepe, tehát ha frankok egy ideig voltak is arianusok, akkor is minden bizonyal rövid ideig. Tehát a frankok viszonylag hamar, minden bizonyal még Ludwig életében Róma követőivé válnak. Hogy miért mi a fantázia, ugye az is volt a kérdés, mi a fantázia, vagy miért érdemes ezeknek a római, ezeknek a népeknek fölvenni a kereszténységet, nehéz kérdés, érdemes rajta gondolkozni, spekulálni. Nyilvánvalóan a kereszténység is a római birodalom egyik olyan fontos ismérve volt, nélkülözhetetlen ismérve volt, ami nélkül gyakorlatilag ezek a népek talán azt lehet mondani, hogy nem nagyon tudták volna az önállóságukat megőrizni, tehát anélkül, hogy föl ne vegyék a kereszténységet. De hát ugye Budapesten, Magyarországon beszélgetünk erről, ugye, és ha a honfoglalás és államalapítás körüli magyar történelemre gondolunk, akkor is ugye az, hogy ez a keletről jövő etnikai konglomerátum ezer körül elindul a kereszténység felvételének útjába. Ez azt gondoljuk, hogy ennek egy fontos szerepe volt a középkori magyar államiság kialakulásában, illetve abban, hogy ez egy viszonylag, vagy hogy ez egy jelenlegi tudásunk szerint ez egy tartós képződmény lett, amit Magyarországnak hívunk. Tehát valahogy akkoriban is talán azokon, nem tudom, hogy erre van-e kimutatás, vagy ön tudja ezt így rögtön, de hogy akik fölvették a kereszténységet, mert nyilván most még a magyar honfoglás előtt járunk még azért még egy pár száz évvel, hogy azok maradtak meg igazából, mint népek, vagy ez nincs ilyen fajta összefüggés, hogy akik végül megszilárdultak a kereszténységbe, csak azok a népek maradtak meg itt Európában? Én azt gondolom, hogy a kereszténység fölvétele az egy komoly ilyen hozzájárult és elősegítette azt, hogy itt önálló államalakulatok életben maradhassanak. Igen. És igazából eljutunk, bár még egy szeletet kihagytunk, hogy változik a dinasztia is a frankok területén belül, tehát Meroving dinasztiát leváltja a Karoling dinasztia, de itt most már itt megérintettük a kereszténységet, és hát eljutunk egy olyan csatához, ami hát, hogy mindenféle tankönyvben benne van, még a gimnáziumi tankönyvekben is, tehát a Poitiers csatához, ami a 700-as években, tehát 732, és ott már a kereszténység úgymond fővédelmezői, vagy más szint bizonyos történészek szerint, vagy bizonyos megfogalmazás szerint, így megmentőivé válnak így ilyen módon a frankok. Tehát mit lehet tudni, hogy erről a csatáról? Igen. 732-ben ugye, most nem olvastam el frissen a tankönyveket, amit itt említett, de ugye minden bizonnyal az van benne, hogy 732-ben Poitiers környékén Martel Károly, frank majordomus legyőzi az előre nyomuló arab erőket. És ez valóban vastagbetűs tananyagnak számít.
Poitiers ugye viszonylag mélyen a frank területek középső részén van. Az arab expanzió ugye itt a 8. század elején, arab expanziónak egy újabb hulláma van, részben Konstantinápoly irányában, részben ugye 711-ben az Ibériai félszigetre átkelnek, és gyakorlatilag néhány év alatt ledarálják, megsemmisítik, felszámolják az ott már néhány évszázados történelemmel és gyökerekkel rendelkező nyugatigót, vizigót államot. Tehát ez egy nagyon látványos, erőteljes, megkérdőjelezhetetlen hatás. A Poitiers-i csata fontos. Én, amikor erről beszélek, akkor bevallom őszintén, általában igyekszem relativizálni ennek a jelentőségét. Igen, a Poitiers-i csata vagy Poitiers jelenti azt a pontot a frank területek térképén, amíg legészakabbra ez az arab-muzulmán expanzió eljutott. De ugyanakkor tévútra vinne, ha azt gondolnánk, hogy 732-ben Martel Károly sikeresen legyőzte az arabokat, és utána az arabok hatásával, az arab, adott esetben az arabok katonai fenyegetésével nem kell számolni, ez nem így van. Az ibériai, egyrészt az Észak-Afrika, másrészt az ibériai félsziget ugye tartósan arab-muzulmán uralom alatt van, és ezekről a területekről az európai kereszténység ellen, vagy az európai keresztény területek ellen újabb és újabb hadjáratok indulnak el. A 9. század közepétől megfigyelhető egy újabb, igencsak erőteljes arab expanziós hullám a nyugati Mediterráneumban, tehát a Földközi-tenger nyugati medencéjében, gyakorlatilag az összes sziget, Szicíliát, Korzikát, Szardíniát is ideértve arab befolyás alá, arab hatalom alá kerül. Tehát a 732-es Poitiers-i csata fontos, de nem azt jelenti, hogy ezzel egyszer és mindenkorra az európai területeket elérő, vagy akár az ibériai félszigeteket leszámítva a többi területeket elérő fenyegetéssel nem kell számolni, mert ez hosszú ideig még jelen volt. És tanultam a történelem szakon, hogy ez a mi lett volna, ha kérdést, ezt nem is annyira érdemes föltenni, de nem szoktam le róla még mindig, de is tudom, hogy a hallgatóim meg nyilván föltennék, de hogy azért valamennyire át lehet látni talán, hogy ha tehát például Martel Károly sem győz, tehát amúgy is már vesztettek rengeteget itt európai államok, és még Martel Károly sem indul meg mondjuk erre a csatára, akkor például mennyiben változott volna meg mondjuk a mai Franciaország, vagy így ez a nyugat-európai történelem? Igen, ez a mi lett volna, ha esete, ami kétségtelenül érdekes kérdés, még ha ugye nem tudjuk a pro és kontra érveket egyaránt alátámasztani. Amit én gondolok erről az az, hogy nyilvánvalóan a frank területek teljes egészét nem kebelezték volna be az arabok 732-ben, de adott esetben, ha ennek a csatának a sorsa máshogy dől el, akkor a frank területek központi részét elérő támadások nyilvánvalóan agresszívebben folytatódtak volna a 8. században is. A Nagy Károly, vagy a 8. századi frank államnak ilyen a központi területeket elérő arab fenyegetéssel nem kellett számolnia. És arra van-e valamilyen
hát forrás, hogy mondjuk a csatát követő évszázadokban hogy alakult ki az a nézet, legalábbis azért sok helyen lehet ezt olvasni, hogy ez egy sorsdöntő, ez itt eldöntötte Európa, sőt egyesek szerint az egész kereszténység sorsát Európában, tehát ez egy ilyen 20. vagy 19. századi elmélet, vagy ez már kialakult közvetlen utána, nem sokkal? Én azt hiszem, hogy ez egy későbbi konstrukció. Itt a frank területek ken az érdekes kérdések, a legkritikusabb pontok nyilvánvalóan a hagyományos, régóta uralmat gyakorló Meroving dinasztia gyengülése, az új erőteljes uralkodói család, a Karolingok fölemelkedése volt, illetve hogy a Karolung dinasztia átveszi a hatalmat. Tehát azt hiszem, hogyha lett volna újság ebben a korban, akkor a vezércikkek erről szóltak volna. És én egy ilyen cikket, vagy hogy nem pontosabb, ilyen történelmi leírást olvastam, a Saint-Denis krónikának a Martel Károlyról szóló része, tehát ez amúgy pontosan mikor született? Ez sokkal később született, és akkor utólag írták meg azt, hogy urunk egy elméből nagy vérengzést hajtott végre a keresztény hit ellenségei közt Martel Károly, vagy pedig ez eléggé friss a csata. Ez azt hiszem korabeli forrásokra, vagy korabeli információkra támaszkodik. De nyilván ennek is van egyfajta olyan, hogy mondjam, hangulata, hogy nyilván egy a Szendeni apátságban megíródott krónika, gondolom a keresztény hitet, hogy mondjam, jobban előtérbe helyezte ebbe a csatába, hogy az most mekkora jelentőség ilyen módon? Vagy... Természetesen ugye ezt a későbbi történeti írás, vagy későbbi történeti szemlélet adott esetben szívesen belehelyezi mondjuk a későbbi keresztes háborúk kontextusába, tehát itt a kereszténység és a muzulmán civilizáció közötti összecsapások egyik korai fejezetének tekinti. Természetesen nem lehet eltekinteni attól, hogy itt két különböző vallást követő civilizáció haderejének az összecsapásáról van szó. Én elsősorban ebben nem vallásháborút látok, hanem hódítási kísérletet, amit Martel Károly adott esetben visszavert. Mert mondják is, hogy egyrészt a Martel Károlynak ebben az időszakban idézőben a saját legnagyobb problémája, az pont az volt, hogy ő hogyan lesz leginkább egyeduralkodó ezen a környéken, és mivel pont meggyengült az ellenfele, ezért neki ez elég jól jött, tehát hogy ő megmondhatjuk igazából, hogy itt veszik át a Karolingok, úgy itt bebetonozódik, gondolom, a Karolingoknak az, hogy át fogják venni a hatalmat, ez mondható így? Ez így van, egy ilyen sikeres csata, az nagyban megerősíti a győztes pozícióját. Itt ebben az esetben ugye Martel Károly, aki még nem uralkodója, ténylegesen elismert legitim uralkodója a frank államnak, hanem majordómus, tehát egy inkább gyakorlati hatalommal rendelkező figura, az ő pozícióját ez biztos, hogy megerősítette, és ugye adott esetben a babérokat majd a fia Kis Pipin tudta learatni, amikor ő átvette a hatalmat ténylegesen az utolsó Meroving uralkodónak a trónról való letételével, két évtizeddel később körülbelül, és magát ismertette el, és koronáztatta meg a frank területek uralkodójaként. Én Tarjánem Tamásnak a Rubikonban egyszer volt egy cikke a Poitiers csatáról, és akkor ott
idézőjelbe tette egy ilyen mondatot, hogy Martell Károly hivatalosan a Szent Hely védelmében kelt hadra, tehát a Szent Márton kolostor, ami Túrban van. Tehát ez mit jelent, hogy mi az, hogy hivatalosan? Tehát erről volt valami kinyilatkoztatásolt Martell Károlynak, hogy most pedig sok kiküldte, most pedig megindulok, mert a túri kolostor veszélyben van, vagy ez mit jelent ez a hivatalosan idézőjelben? Ezt, hogy itt a cikkíró mire gondolt, ezt nem én fogom megmagyarázni, de az mindenképpen fontos, és ez nagyon jó, hogy szóba került, ugye, hogy Poitiers az túr, tehát az arabok minden bizonnyal túr irányába vonultak volna előre, és ez túr megtámadását is megakadályozta. Túr ugye Szent Márton püspök hajdani székhelye, az a frank területek kereszténységének az egyik legfontosabb központja volt, Túri Márton erekéivel és így tovább, tehát Túr védelme deklaráltan vagy nem deklaráltan, az kulcskérdés volt. Nagyon röviden végül is akkor lehet azért lehet merni, vagy merhetjük azt mondani, hogy akkor volt benne azért valamiféle nem csak a saját hatalma, meg az, hogy a merovingokkal szemben hatalmát megerősíti Martell Károly, de hogy így a keresztény világon belül is egyfajta védelmezőként fel tudjon tűnni, mert végül is hát ez mégiscsak egy keresztény központ volt, amit úgymond leginkább megvédett. Természetesen többet. Az, hogy itt ez ugye a mi modern gondolkodásunkban élesen elválik mondjuk egy, amit mondta, egy keresztény központ, vagy egy egyházi központ, vagy világi uralmi központ. Ebben az időben Túr egy fontos hely azért, amit mi ma a kereszténység történetébe sorolunk bele, és fontos hely sok más szempontból is. Azt gondolom, hogy itt az ő számára ez nem feltétlenül válik szét. Végezetül, ha az viszont érdekes lenne tanulságkép, hogy akkor ilyen módon a frankoknak a egyik főszerepe most ebben az adásunkban, itt a Poitiers csatárahoz jutottunk el, tehát miként tekintsen így összefoglalva akár a gimnazista, akár csak a hallgatónk, vagy akár egyetemista, aki hallgatja, tehát hogy Poitiersnál mi dőlt el Európa történelmében, mennyire kellene ezt jobban megemlékeznünk rá, vagy ez mennyire fontos? Poitiers csata jelentősége megkérdőjelezhetetlen, talán a legészakabbra eljutó muzulmán támadás visszaverése történt meg itt. Ugyanakkor, mint mindent, ezt is kontextusban érdemes nézni, érdemes a dolog kontextusával is foglalkozni, és ahogy mondtam, ezt a támadást itt 732-ben sikerült visszaverni, de végérvényesen az európai keresztény területeket elérő muzulmán arab támadásokat nem arab támadásoknak véglegesen nem sikerült elejét venni, hiszen azok a 9. században még bőven érezhetők voltak. Mondtam, hogy zárásképp, de közben láttam, hogy van egy-két percünk, és fel akartam vedni azt, amit ön hangsúlyozott, hogy hát, hogy nem lett megsemmisítő csapás, tehát ezek a szavak néha valóban érdekesen hangzanak, amikor így van leírva ez a csata, mert hogy például tudtommal a csatán egyáltalán nem semmisültek meg az arab, még csak az adott hadtest sem, ami ellenük ment, mert meghalt ugyan a vezetőjük, de hogy erről mit lehet még tudni, hogy hogyan zajlott le ez a csata, tudtam, ez is azért érdekes, hogy egyszer csak úgymond eltűntek a arabok a szintéről, látva, hogy inkább hagyjuk ezt a csatát. Igen, ugye ebben az esetben is abba ütközünk bele, hogy az írott forrásaink egyoldalúak, ugye az Poitiers csatára vonatkozóan alapvetően keresztény forrásokat szoktunk használni. Valóban
teljesen nem lett megsemmisítve, nem semmisült meg a haderő, de minden esetre, ami a lényeg, azt gondolom, hogy a támadás lendülete megakadt, és ez az expanziós hullám ekkor nem folytatódott. És azt, ha azt nézzük, hogy viszont az Ibériai félszigeten, ahol sikerült, ott így számoljuk, akkor végül is 700-as évektől a Reconquistáig nem új, folyamatosan fennállt, úgymond a muzulmán hatalom, ha így vesszük. Így van, az Ibériai félszigeten, ugye különböző területeken, különböző hosszúságú ideig, de ugye a mai Európa térképében gondolkodva, vagy a mai Európában gondolkodva, nyilvánvalóan az Ibériai félsziget az, ahol leghosszabban, legtartósabban és legnagyobb hatást kifejtve volt jelen az iszlám civilizáció, de hát ez bárki, aki mondjuk Spanyolországban utazik, akár Andalúziában, a déli területeken, de ugye a északon, Katalóniában is ugye gyakorlatilag minden városnak, minden kolostornak, egyházintézménynek, székesegyháznak a történetében az egy kulcs fontosságú dátum, hogy mikor foglalták el az arabok, mikor sikerült visszafoglalni ezt. És ugye hát ez, amit felvázoltunk, ez az idősáv, ez 700 év körülbelül, amit úgymond sikerült visszaszerezni így mondva a keresztény, egyfajta keresztény hatalomnak azt a területet. Tehát végül is, ha így nézzük, van erre példa a szomszédos országban, tehát akkor úgymond a mai Franciaország területén is fönnállhatott volna ez a veszély, hogy sok száz évig úgymond van egyfajta muszlim uralom, hogyha ez nem dől el, ez a csata. Fönnállhatott volna, nyilvánvalóan elképzelhető olyan történeti forgatókönyv is, hogy az Ibériai félszigeten túlmenően más európai területeken is hosszabb ideig arab jelenléttel kellett volna számolni, de én itt már próbáltam mondani, és akkor újból egy szó erejéig erre kitérve, a dél-francia partvidéken, a mai francia Rivierán, ugye ott volt egy önmagában nem túl jelentős erődítmény, Fraxinétum, ami 800-as évek derekától a 900-as évek derekáig, tehát nagyjából egy évszázadon keresztül egy állandó arab támaszpontot jelentett, ami katonailag nem is azért volt kritikus, mert itt egy óriási terület elfoglalásáról lett volna szó, sokkal inkább azért, mert innen, ebből a dél-francia, mai dél-francia területen lévő erődítményből jó néhány támadás indult ki, ami Európa keresztény Európa érzékeny területeit érte el. Az egy külön kérdés, messzire vinne, de mindenképpen érdekes, hogy miért volt a korabeli keresztény Európa hadereje, katonai felkészültsége olyan, hogy egy ilyen arab ellenséges támaszpont jó néhány évtizeden, egy évszázadon keresztül akár fennmaradhatott, és ezt nem sikerült felszámolni. Martel Károly a kalapácsával odáig nem akart lemenni már, tehát olyan délre. Ez egy későbbi esemény, úgyhogy Martel Károly lehet, hogy akart volna, de akkor már nem élt szegény. Tehát akkor ő odaig nem akart lenyomulni, hogy a délen teljesen biztonságra átvegye. Voltak ilyenek, ez csak egy példa, ja, tehát hogy az arab veszély, az arab jelenlét nem múlt el. Tehát később visszajöttek, és megalapították ezt az erődítményt. Később visszajött, igen. Ez igen. Ugye... Mert én sem arra akartam utalni, hogy történelembe utazott volna a Martel Károly, de hogy akkor ezek szerint a hódítások odáig is folytatódtak az arabok a muszlim hódítás révén, hogy később visszajöttek, és a part mentén egy pici részt. Így van.
mint egy ilyen kikötő város megszerezték. Hát én személy szerint nagyon különleges információkkal gazdagodtam, és nagyon izgalmas volt ilyen módon felvázolni, vagy beletekinteni a frank birodalom, és ilyen módon aztán a Poitiers csatának a jelentőségében. A visszapillantó mai adásában erről beszélgettünk Nagy Balázsral, az ELTE középkori történeti tanszék vezetőjével, egyetemi docenssel. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt a stúdióban erről a hallgatóink előtt tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen!